Kedves fiatalok, túl jól értünk a világ dolgaihoz, és kevéssé az élet vezetéséhez. Gondolkodjunk együtt arról, hogyan kell okosan és szeretettel vezetni az életünket, hogy boldogok legyünk. Mielőtt az ember bármit tesz és elkezdene haladni, lépegetni, mielőtt tervezi az életét és megvalósítja azt, hát először is tudni kell, hogy én ki vagyok. Tudni kell, hogy az embernek mi a lényege. Az ember olyan, mint a nap. A napot minden nap látjuk, mégis belenézni csak pillanatokra tudunk. Amint belenézünk, elvakít. Pillanatokra azért bele lehet nézni, vagy kormos üveggel, tudományos segédeszközökkel bele lehet tekinteni, de hogy a nap közepén milyen nyomás, milyen hőmérséklet van, hát azt mi soha nem fogjuk tudni. A nap közepe az nekünk misztérium, csoda marad. Az énje az mindenkinek csoda. Ebből következik az, hogy a másik ember személyét, meg a sajátomat is végtelen tisztelet illeti meg. Ez a csoda, ez a misztérium azért van mindenkiben, függetlenül attól, hogy hogyan él, mindenkiben van, azért, mert embernek született. És aki embernek született, az eleve magán hordja Istenünknek a képmását. Eleve van benne személyes méltóság. Ezt a személyes méltóságot, ez feltétlen tisztelet illeti. Bár nagyon csodáljuk, de azért szeretném tudni, hogy én ki vagyok, és ki az a másik, hogy aztán az életünket tudjuk jól vezetni. Az embernek, hogy mi a lényege, azt a kapcsolatai árulják el. Hogy mi ez a kréta, a krétának mi a kréta lényege, azt nem tudom megmondani, ha csak így magában nézem. Mézpor. Ha viszont hozzáteszem, hogy mivel van kapcsolatban, a táblával, az írással, akkor már meg tudom mondani, mi a kréta lényege. Az ember is ilyen, ha csak így magában nézem, akkor szemlélem, mint egy csodát, de ha érteni akarom, ha szeretni akarom, ha együtt akarok vele dolgozni, ha segíteni akarok neki, akkor mit kell szemügyre vennem? A kapcsolatait. A kapcsolataink gyönyörűen elárulnak, hogy kik vagyunk. És ha a kapcsolatainkra figyelünk, akkor mindig tudjuk, hogy hol járunk, kik vagyunk, és ki az a másik ember. Hát mi az első kapcsolatunk? Kapcsolatban vagyunk saját magunkkal. Az embernek szeretnie kell önmagát. Ki szeressen engem, ha én sem szeretem önmagam? Alapszabálya ez a pszichológiának, hogy csak azt tudja szeretni a másik embert, aki szereti önmagát. Krisztus Úrunk azt mondja, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az önszeretet az egy kötelező parancs. Szeressem magam. Mit jelent ez? Az önszeretet azt jelenti, hogy akarok üdvözülni, a lehető legjobbat akarom magamnak. Nem akarok olcsóbban, igénytelenül, bután, indulatosan élni, a lehető legjobbat akarom magamnak. Mi a lehető legjobb? Az az üdvösség. Csak az tudja szeretni a másikat, aki szereti önmagát. És tovább megyek, csak az tud segíteni a másiknak, aki tud segíteni önmagán. Aki nem tudja, hogy neki mi a kellemetlen, mi a rossz, és mi esik jól, mit szeret, hol érzi jól magát, aki ezeket nem tudja, az hogyan fog segíteni majd a másik embernek. Aztán kapcsolatban vagyunk a világgal, kifelé. Hát a világ miből áll? A világ áll tárgyakból, áll élőlényekből, és áll emberekből. Úgy egészséges az ember, ha szereti a tárgyait. A mesterembereken lehet ezt látni, hogy a kezükhöz hozzánő a tárgy, amivel dolgoznak. Szeretik a munkaeszközeit. Olyan érdekes, amikor Krisztus Úrunk elindul, hogy apostolokat gyűjtsön, hát még ő sem tudja, hogy kiket fog meghívni apostolnak, és lát egy fickót, amint nem fogod semmit egész este, lehetne dühös, elkeseredett, istentelen, és fogja a halászhálóját, és mossa békességben. És azt mondja, ilyen ember kell nekem. Komoly munkát csak olyan emberre lehet bízni, aki a tárgyaival, az eszközeivel, hát úgy szeretetteljes kapcsolatban van. Ahogy az ember a ruháját lerakja, ahogy az ember ápolja a cipőjét, ahogy az ember az otthonát berendezi, ahogy a munkaeszközeivel bánik, abból tökéletesen lehet tudni, hogy ő milyen ember. Aztán az ember szeretett kapcsolatban van az élő lényekkel, hát a növény és az állatvilággal.
az élő lények világában egy nagyon fontos alapszabály. Aki nem talál otthonra, aki rendszeresen nem keresi a természetnek a világát, a fáknak, a növényeknek, a kertnek a békéjét, aki ezt nem keresi, ne csodálkozzon, ha itt is békétlenség lesz. Krisztus Úrunk azt mondja, amikor elborul az agyad, azon aggódsz, hogy holnap hogy fizeted be a csekket, hogy miből fogunk megélni, miből lesz ruhánk, miből lesz pénzünk, nem azt mondja, hogy ülj be a templomba, és meditálj nagyokat, és gondolkodj el, és sírjál. Azt mondja, menj ki a természetbe, és nézzétek az ég madarait, nézzétek a mezővirágait. Ki a természetbe? Nem véletlen, hogy Szent Ferenc, a nagy misztikusok, ezek mind-mind annyira szerették a természetet, mert a természetben van egy olyan békesség, van egy olyan harmónia, amit máshol nem lehet pótolni. Szeretetteljes kapcsolatban élni velük, visszahat ez a lelkünkre. És hát a csúcs az nyilván az, hogy az ember szeretetteljes kapcsolatban van az emberekkel, a másik emberrel. Mindennél többet ér az, hogyha én a másik embert szeretem, ha vele vagyok szeretetteljes kapcsolatban. Nem tudok én énné válni, nem tudok én ént mondani, nem tudom önmagam helyesen szeretni, ha nem szeretem a másik embert is. A harmadik irány, az pedig fölfelé. Hát kapcsolata mindenkinek van ezen a világon túl is, az akit mi úgy hívunk egy szóval az Istennel, mindenki érez magában egy húzatot, egy dinamikát, egy misztikát, egy transzcendenciát, hogy nem ennyi a világ, amennyit látunk. Van valami a halál után, van valami a világ fölött, ezt mindenki tudja. Az a baj, hogy ez sajnos itt félúton sokszor leragad. És az ember kiéli ezt a misztikus irányulást, kiéli az UFO kérdésben. Kiéli a művészetekben, kiéli a rekordoknak a hajhászásában, kiéli a tudományok hajszolásában, kiéli valami másban. Ahogy ezeknek a szereteteknek az iránya mindig személyre irányul igazából, ennek a húzatnak is az iránya személy, akit mi egy szóval úgy hívunk, hogy Isten. A harmonikus ember az, akinek ez a három nyíl, a szeretet kapcsolatai egyensúlyban vannak. Milyen az, aki nem harmonikus? Az lesz boldogtalan. Az egyik véglet azt mondja, hogy az a fontos, hogy nekem jó legyen. Ez a nyíl nála túl erős, az önszeretet és a világ felé, meg az Isten felé való szeretete, az gyönge. Az ilyen embert hívjuk egoistának. Neki az a fontos, hogy nekem itt és most jó legyen. Ki használja a tárgyi világot, dobálja őket, fogyasztja, hogy szemetel ész nélkül, az élőlényeket is kihasználja, nem számít neki semmiféle környezetvédelem, és a másik embert is tárgyként kihasználja. Az ilyen ember hogyan imádkozik? Mert vallásosnak mondja magát, mondjuk. Az ilyen ember mindig Istent be akarja fogni, hogy nekem jó legyen. Mindig kér. Egy kicsit Istent szeretné úgy használni, mintha ő az én dzsinnem lenne. Lámpából elő, azonnal teljesítsd, ahogy én mondom, amikor én mondom, és ha Isten nem teljesíti, akkor ez hogy képzeli? Aki önző, aki csak magát szereti, annak mi lesz a jutalma? Hogy maga marad. Aki csak magát szereti, az maga marad. A többi ember szépen lassan el fogja hagyni, és Istentől is úgy érzi, hogy eltávolodik. Azért Istenünk sem hagyja a végletekig, hogy buta Isten képzeteket imádjunk, hogy eltévejedettek legyünk. Az Istenünk mindenki életében ad olyan kemény küszöböt, amin át kell menni. Ez a kemény, ez a brutális küszöb azt jelenti, hogy én nem úgy táncolok, ahogy te fütyülsz. Aki ezen a kemény küszöbön nem megy át, hogy Istenünk nem úgy ad, nem akkor ad, nem azt ad, amit én diktálnék neki, aki ezen nem megy át, az egész életében úgy prüszkölni fog az Isten ellen, ő haragudni fog a papra, az egyházra, meg ilyesmi. Aki átmegy ezen, azzal történhet bármi, mindig azt fogja mondani, az Istentől kapok jót is, kapok keresztet is, és megköszönöm. Arisztotelész, a filozófia azt mondja, az a boldog, aki beteljesedik. Akinek a képességei, a szerelme, a pénze, az egészsége, minden beteljesedik. És látjuk Krisztus Urunkat a keresztfán, és se egészsége nincs, nem is sokan szeretik, bántják,
úgy látszik, hogy kudarcot vallott az egész műve, és mégis boldog volt. Nagy pénteken ott meghalt az a boldogság fogalom, hogy nekem jó legyen. A nagy pénteken keresztre feszített Krisztustól nem kérhetjük Arisztotelész boldogságát. A nagy péntek óta az a boldog, aki szeretetben él önmagával, másik emberrel és Istennel is. Bármi van. Másik véglet az, amely túl erősen kifelé fordul. Hát nála gyönge lesz ez a nyél az Isten felé, meg önmaga felé. Milyen az ilyen ember? Valahogy nem szereti önmagát, nem tudja elfogadni önmagát. Valahogy elégedetlen magával, a múltjával, családjával, egészségével, akármivel. Nem szeret egyedül lenni, nem szereti a csöndet, nem szereti magát. És nyilván ezért Isten sem szereti, mert a csöndben Isten kopogtat. A pszichológiának alapszabálya, hogy amikor belül meggyöngülünk, akkor mindig kifelé mutatunk, hogy én mennyire képzett ember vagyok, mennyire fontos ember vagyok, kifelé mutatom. Az ilyen ember attól érzi magát valakinek, hogy nekem milyen márkás ruháim vannak, hogy én miket eszem, hogy én milyen helyekre járok, hogy mennyit utaztam ezen a világon, milyen autóm van, meg ezektől hiszi magát valakinek. Ha túl erősen mutatjuk kifelé, hogy mi milyen erősek, harmonikusok, jók vagyunk, mindig annak a jele, hogy valahol belül gyönge az ember. Kérem, aki tudja, hogy ő kicsoda, akinek van egy identitás, az ezt nem mutogatja. Amikor kell, oda teszi magát és teszi a dolgát. Lehet ilyen, hogy az ember mániákusan fordul az élő lények felé. Ilyenek a fanatikus természetvédők. A keresztény ember alaphelyzetben természetvédő. Azt mondta Isten, hogy őrizd és műveld ezt a glóbuszt. Lehet ez betegesen, hogy nem számít az én egészségem, nem számít itt Isten, odaláncolom magam az urán vonathoz, és mindegy, mi történik velem. Lehet ezt betegesen csinálni. Az élőlényeknek az imádata, az élőlényeknek a védelme, a bűvölete olykor fontosabb, mint az emberek, mint én magam vagy az Isten. És ettől hiszi azt, hogy neki identitása van. És lehet az is, hogy az ember túlzottan a többi ember felé fordul. Ilyen is lehet, hogy Krisztus Urunk azt mondta, szeressük a többi embert. Bizony megtörténhet, hogy az ember attól érzi magát embernek, jónak, hogy én mindig segítek valakikem. Az ilyen nem tud egyedül lenni. Nem tud otthon nyugodtan ülni, neki mindig beszélgetni kell. Neki mindig segíteni kell. Öt szatyor lóg mindig a kezében is, és mindig másnak élni. És magamnak nem. Ki fog égni? Biztosan ki fog égni. Az embernek tudnia kell töltekezni a csöndből, önmagából, meg az Istenünkből is. És a harmadik véglet is megtörténhet, hogy valaki túlzottan az Isten felé fordul. Gyönge az énje, meg a világban is. Gyönge a szeretete. Milyen az ilyen ember? Lehet ezt is végletesen csinálni? Az ilyen ember nem érzi önmagát otthon a világban. Nem is szereti magát. Elégedetlen magával, nem is tud tanulni, dolgozni, családot alapítani, és a világot lenézi. Ez csak test, minden elmúlik. Van benne egy idealizmus, egy platonizmus, és magára csatolja a bombát, és azt mondja, hogy az én Istenem nevében ölöm meg magam, meg akár másokat is, mert csak ez a fontos. Ezt lehet fanatikusan csinálni. De hogy maradjunk a magunk vallásánál, és nem más vallásokat vegyünk elő, keresztényként is meg lehet tenni, hogy az ember az Isten iránti kötelességeire figyel oda, ismerte miért reggel elment a templomba, az első szentmisére becsukta az összes gyerekét, és egy óra körül hazament, amikor vége az összes szentmisének. A mi Istenünk nem vár el fanatizmust, hanem ha Krisztusnak jó volt ez a világ, ki vagy te, hogy neked nem jó? Ha Krisztus Urunknak jó volt, miért merem én lenézni ezt a világot? Átmenetinek is, rossznak is, bűnösnek is, ilyennek tartani. Ha Krisztus Urunk megszentelte ezt a világot, ha annyira megszentelte, hogy meg is halt érte a kereszten, akkor nekem is ez a dolgom, hogy ezt a világot, ezt vegyem komolyan. Gondoljuk csak végig, mitől hisszük magunkat boldognak. Őszintén. És amit ilyenkor gondolunk, az be kell helyettesíteni, hogy lehet, hogy nálam valamelyik túlerős, és a másik gyönge. Akkor leszek én harmonikus, akkor leszek én boldog, ha ez a három, ez egyensúlyban van. Krisztus Urunk ezt mondja, szeresd Uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretetnek ez a három iránya.